A 2013 óta egyházi fenntartási intézménybe közel 500 diák jár, jelenleg sem az ő számukra, sem a pedagógusok számára nem biztosított az étkeztetés. Ez valamint a mindennapos testnevelés és a bővülő gyereklétszám tette szükségessé azt a beruházást, amely 3220 négyzetméteren 9 tanteremmel és egy tornacsarnokkal, valamint a már meglévő épületszárny átalakításával, 950 négyzetméteren egy konyhával és egy ebédlővel bővíti az iskolát. Szeretnénk azt a nagyon fontos változást elérni, hogy az itt tanuló gyermekek tudjanak ebédelni. Egészséges, minőségi ebédet, étkezést tudjunk biztosítani a diákoknak és a pedagógusoknak. És hát a tornacsarnokkal, illetve az épület szárnyal, az iskola szárnyal, a tantermekkel még korszerűbb oktatást, egészséges tanítást, nevelést tudjunk elérni. A szellemiség, mondom, adott, jó irányba haladunk. Szeretnénk most egy kicsit a másik oldalt, a körülményeket is változtatni, fejleszteni, és hála Istennek úgy néz ki, hogy sikerül. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára arról beszélt, fontos, hogy az állami iskolák mellett az egyházi intézmények is részesüljenek a kormányzati támogatásból. Nagyon fontos üzenet, hogy az egyházi iskoláink, felekezeti iskoláink, azok ugyanolyan részesei a magyar társadalomnak. Az igény hatalmas nagy rá, nagyon sok szülő szeretné egyházi iskolába járatni a gyermekeit, még arányában még messze nincs annyi iskola egyébként egyházi kezelésben, tulajdonban, mint amennyien erre igényt tartanának, de az biztos, hogy nekik is részesedniük kell abból a támogatási rendszerből, amit minden más iskola részesül. A térség országgyűlési képviselője Simon Miklós kiemelte, hogy jelenleg több milliárdos nagyságrendű beruházás is zajlik Nyírbátor körzetében. A város nagyon fontos a római katolikus egyháznak, mivel hogy a térségben ez az első katolikus középiskola. Nyírbátorban és közvetlen környékén 5 milliárdos beruházás zajlik most, tehát 5 darab 1 milliárd forint értékű. Itt a munkahelyteremtésről szólnék elsősorban, de a közigazgatás fejlesztés is lehetőséget kap. A város polgármestere szerint a hasonló beruházások növelik a település megtartó erejét. Azt gondolom minden város életében, hogy a fiatalok számára olyan körülményeket alakítson ki, oktatásban, sportban, szórakozásban, hogy az ott élők ott is szeressenek maradni, miután már mondjuk elvégezték az iskolát. És azt gondolom, hogy egy ilyen beruházás az több szempontból is jó alapot jelent erre. Az nem kérdés, hogy a sportolás mindenképpen ez, de egy ilyen iskola bővítés, egy ilyen létesítményfejlesztés az több szempontból is szolgálja ezt a célt. A beruházás alapkövét ma délután tették le, a munkálatok már a héten elkezdődtek, és a tervek szerint 2018 április végén történhet meg a műszaki átadás.